Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ezt mondja az Úr. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket a húsvét utáni vasárnapon. Énekeljük a 47. Zsoltár első versét. Helyünket elfoglalva a 658. dicsérettel folytassuk éneklésünket.
Szemem a hegyekre vetem, honnan jő az én segítségem. A mi segítségünk legyen ma is az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, az ő igéjét olvasom János evangéliumából, a 20. rész 11. versétől a 18. versig tartó igeszakaszt. Leülve hallgassuk Isten igéjét. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt. Az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: rabbuni, ami azt jelenti: mester. Jézus ezt mondta neki: ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hirdette a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk, olyan jó megint találkozni, hogy együtt lehet a gyülekezet húsvét örömében, hogy a húsvéti igére figyelhetünk, hogy valóban életünk változik a Jézussal való közösségben. Urunk, te látod, hogyan teltek az ünnep utáni napok. Most olyan jó megérkezni, az evangéliumot hallani. Köszönjük, Urunk, azt, hogy nevükön szólítod a tieidet, hogy mi is így ismerhettünk meg, amiképpen vagyunk, ahogyan vagyunk, kérünk, szólíts, segíts, bátoríts minket. Te látod állapotunkat, belső küszködéseinket. Te látod, mi az, amiről vallanunk kell, amivel nehéz szembesülni. Te ismersz bennünket, Urunk, légy segítségül.
magányunkból hoz ki. Hadd lehessünk az örömhírnek közvetítői, hírvivői. Jöjj el a Krisztus lelkével, munkálkodj hatalmasan közöttünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 453. dicséretet. Kedves testvérek, az a Szent Ige, amelynek alapján most közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom, megírva található a már felolvasott ige szakaszban, János evangéliuma 20. részében, melyből most csak a 16. verset teszem ismét hangsúlyossá. Jézus nevén szólította, Mária. Az megfordult és így szólt hozzá, héberül, rabbuni, ami azt jelenti, mester. Magdalai Mária a magára maradt ember. Ilyennek látjuk húsvét reggelén. Sír, zokog, közködik a könnyeivel. Péter és János elsiettek, róluk hallottunk húsvét vasárnapján. Már nincsenek ott. Mindenkit foglalkoztat a maga élménye. Mária a magára maradott ember. Láthatjuk magunkat is így. Sokszor ismerhetünk így magunkra. Egyedül maradtunk. Hát volnának társak,
Péterrel, Jánossal igazán közeli a kapcsolata, de most egyszerűen ezt vesz észre, hogy nincs ott senki. Magára maradt a gyászával, kimondhatatlan, kibeszélhetetlen fájdalmával. Nincs ott senki. És ebben a gyászban van egy mozdulata, megteszi azt, amit eddig még nem. Benéz a sírboltba. Végre tesz valamit, és így fedezi fel azt a két angyalt, akik ott állnak, ahol korábban ami drága megváltunk teste volt, lábnál és fejnél. A két tanút. Az ő jelenlétük egyértelműen mutatja azt, hogy ennek a helyhez már nincs köze a halálhoz. Itt Isten cselekedett hatalmasan. Új kezdődött, minden beigazolódott. Jézus már nincs itt. Magdalai Mária azonban magában van továbbra is a maga fájdalmával. Így éri el őt az angyali szó, asszony, miért sírsz? Tulajdonképpen lehetne ez egy hatalmas vigasztaló szó is, neked hangzó vigasztaló szó is. Hiszen tudjuk, hiszen minden bizonyos. Miért akkor a könnyek? De ezek a szavak, ezek a mennyei szavak akkor nem jutnak el Mária szívéig. Aztán megint hangzik a kérdés, ugyanaz, asszony, miért sírsz újra és megint? Mária megfordul, de azt gondolja, a kertész az. Mi már tudjuk, hogy a feltámadott áll előtte, de ő mindebből nem vesz észre, nem érzékel semmit. Asszony, miért sírsz? És ahogyan a kérdés is kétszer hangzott hozzá, Mária is kétszer mondja ugyanazt, amit előzőleg a tanítványoknak mondott, most megint az ott állóknak, a sírboltban tanúságot tevőknek, mert elvitték az én uramat, és nem tudjuk, hogy hová tették. Elvitték. És megint csak azt érezhetjük, hogy nem igazán tudja, hogy mi történt. Igazából nincsen elképzelése sem. Egyszerűen csak a kétségbeesés van a szavában. Elvitték. Hol van? És milyen ismerősek lehetnek ezek a szavak? Én, akik tudok róla, aki ismerem őt, aki tudom, hogy milyen hatalmas, aki már annyiszor megbizonyította magát nekem. Sokszor lehet az ember hasonlóan. Picin gyermekkoromban egyszer nyilvánvalóvá lett. Örültem neki. Volt közösségem a feltámadott úrral, a családomban, a gyermekisten tiszteleten. Aztán lehettek bizonyosságaim később is, ifjúkorban. És most mégis annyira messze van, mintha elvitték volna, mintha elszakadt volna. Ismerős lehet ez az érzés. Egyszerre ott van, látjuk Magdalai Máriát egészen közel hozzánk, a magára maradottat. Pedig ő aztán igazán tudja, hogy milyen hatalmas úr is ő. Neki aztán van fogalma arra, hogy kicsoda a mester, hiszen ahogyan őt megszabadította
nyomorúságából kihozta, az tényleg semmi máshoz nem fogható. Az evangéliumok több helyütt is tanúságot tesznek róla, hogy 7 ördögöt űzött ki belőle. A Biblia nyelvén fogalmazódik ez, ma talán a pszichiátria segítségét hívhatjuk, hogy valamit megértsünk abból, hogy mi is történt ezzel az asszonnyal, milyen állapotban is volt, és miből hozta ki őt az Úr. Hatalmasan élő tanúbizonyság ő, Jézus nagyságára, hatalmára. És most mégis itt van egyedül. Ő aztán tudja, hogy kicsoda Jézus. És most mégis mindent vesztesként, magára hagyottként, teljesen elárvultan él meg. Sokszor lehetek én is így. És most hol van? Miért nincs? Pedig egészen közel van. Érintésére van. Ott van Jézus. Mária háta mögött. Így szólítja. Asszony, miért sírsz? Uram, ha te vitted el, mondd meg, hogy hol van, és elhozom. Még mindig nem látja, és nem ismeri. Mi akadályozza a látásban? Nem tudja felfogni. És kedves testvérek, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon emberi megtapasztalás. Hiába van itt, hiába van egészen közel, hiába van benne minden készen, minden az enyém, mégsem tudok vele élni. Valahogy így van Mária is. József Attila írja híres versében, az Isten itt állt a hátam mögött, és én megrendülten, megkerültem érte az egész világot. Nem veszi észre, más irányba tart, pedig ő ott van. Föltámadott. Egy kedves férfi testvérem emlékét hadd idézzem fel. 1956-ban még kamaszként ő is megérkezett a Városliget szélére. Ott állt és látta, hogy kezdik ledönteni a Sztálin szobrot. Egyszerre hangot hallott, Tamás. Aztán egy meleg tenyér érintette a vállát, nem volt más tudta az édesapjáé. Gyere! És mennie kellett. Az édesapja hazafelé menet elmondta mindazt, ami most történik, meg ami az elkövetkező napjukban történik, beteljesedik, és aztán minden úgy is lett. Neki ifjú kamaszként nem kellett ott lennie. Valaki a nevén szólította, valaki érintette, és ettől lett egyszerre minden másképp. Így van ez, így lehet ez Máriával is, és így van ez velünk is. Ahogyan megérint, ahogyan megszólít, az hozza a fordulatot. Az jelenti a felismerést. Akkor ez egyszerre minden másként. Mária. És Mária megint fordul, mert a tekintetét már egyszer elfordította arról, akit a kertésznek gondolt, és van válasz, van rá válasz. Rabbúni, mester. Ebben az egyszerű párbeszédben ott van minden. Egy egész élet, egy teljes fordulat, egy új élet, amit megkapok, megkaphatok én is. Az jutott eszembe, hogy itt a templom körül, ami szeretett Pozsonyi úti templomunkról is, körül is többször lehet találkozni kertésszel. A gyülekezet kedves, szolgáló férfi tagjaival. Hát ott is
lehetett kertész, ott a sírkertben is megszokott látvány lehetett. Akár valamilyen értelemben kedves látvány is. Fontos szolgálatot töltöttek be, mint ahogy a mieink. Érthető tehát, hogy kire gondolt, kivel keverte össze. De most már nem lehet Jézust eltéveszteni, nem lehet cél előtt téveszteni. Most már megakad rajta a tekintete, és többé nem is veszi le azt. Ismeri őt. Milyen csodálatos biblia igék juthatnak az eszünkbe. A már felidézett vers Ézsaiás könyvének 43. verséről. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Így ismer téged az Isten. Ezt érti meg ott a magára maradó, az Urat kereső, Jézus nélkül létezni nem tudó ember. Valaki eléri, valaki szólítja, szelíd hangon, tapintattal, és ez mindenre elég. Neked is elég, ennyi elég. Nemrégiben jött ki valaki a templomból, nagyon szomorú tekintettel, próbáltam tapintattal kérdezni, mi a baj? Ő csak ennyit mondott, egyedül vagyok. Nem vagy egyedül. Valaki szólít, valaki megérint. Itt van. Nem úgy, ahogy én mondom. Tőle, személyesen tőle hallod meg neved. Vele lehet közösséged. Ettől fordul, ettől válik igazán mássá minden. Annyira riasztóak a mi világunk körülményei, annyira sok mindenben, ami félelmet keltő a mi hétköznapjainkban. De ha itt van, jelen van, akkor lehet egyszerre minden mássá. Lehet mint egy hatalmas fordulattá, amit előtte nem gondoltam, nem értettem, és most mégis megvan. Jézus az enyém, a feltámadott Úr, ismerem őt az enyém. Közöm van, közöm lehet hozzá. Immáron ragaszkodhatok hozzá, és nem veszítem el. És aztán az új szövetségi igeversek juthatnak eszembe, ahogyan Jézus nevezi magát, ahogy vagyok, ahogy én vagyok, a jó pásztor, aki nevükön szólíti az övéit, és az ő juhai ismerik a hangját. Ez teljesedik itt be, röviden, ebben a találkozásban, ebben a semmihez sem fogható párbeszédben. Ami bekapcsolódhatsz, te is lehet a tiéd, meghallhatjuk a hangját. Ő szólít és szeret téged. Ez a húsvét utáni evangélium. Az üres sír kevés volt, az angyalok látványa nem elég, de ha ő szólít egészen személyesen, bátorító módon, ha az ő hangját, az ő semmihez sem fogható, semmihez sem hasonlítható hangját hallod, az elég, az mindenre elég. Bátorítson és segítsen téged Jézus hangja, ahogyan ő szólít, ahogyan neveden szólít. Magam családommal keresztelőre készülök, és sokszor eszembe jut ez, hogy majd ki kell mondanom a nevét a megkeresztelendő drága gyermeknek, és mennyire nagy üzenet van ebben. Nem csak úgy általában keresztelünk meg valakit, nem csak úgy a statisztika szerint, az anyakönyvi bejegyzés szerint szaporodik az egyházközségbe iktattak száma, valaki néven neveztetik. Valaki egyszer s mindenkora lesz az övé. Milyen hatalmas és csodálatos üzenet ez. Te vagy az. Ezt jelzi számodra a keresztség, és ebben erősít téged ma is Jézus hangja. Összetéveszthetetlenül ő a vigassza, megerősítő ennek a világnak, és neked magadnak is. Az övéihez jött, az enyéim ismernek engem. Milyen fontos ez az üzenet.
Jó Sándor ige hirdetését olvastam, felolvasott versekről, és ő hosszan játszik a gondolattal, mi lett volna akkor, hogyha Jézus a nagy tanács elé járul. Na most nézzetek meg, neki mutatja meg a kezeit. Vagy Pilátus elé áll, a legfontosabb világi hatalom földi képviselője elé, hogy tanúsítsa azt, ami történt. Annyi sok mindenki elé állhatna. Úgy általában a nép elé, de ő csendesen a maga tapintatával az övéihez jött, az övéit szólítja meg, nekik lehet részük a feltámadottal való találkozásban. Itt a titok. Közöttünk bomlik ki. Itt nyílik meg minden. Itt hullik le a szemedről a lepel. Akik hozzá vágynak, rá vágyódnak, hozzá igyekeznek, szeretnének vele találkozni. Ezeket látogatja, ezeket szólítja bátorító módon, vigasztaló módon és hatalmasan. Ez az élmény. A húsvéti élmény, ez kíséret téged egy életen át, ettől többé már nem foszthat meg téged semmi. Nem ránthatnak ki, nem vehetnek ki téged. Krisztus szeretete örökre a tiéd. Semmi nem foszthat meg az ő szeretetétől. Így kezdődhet minden, újra és másképpen. Magdalai Mária életében. Ne érints engem, mondja aztán Jézus. És itt eszünkbe juthat a többi evangélium híradása, hogy leborulnak előtte, érintenék a lábát. Annyira egyértelmű az, hogy itt most miről is van szó. Jézus már nem úgy van itt, mint ahogyan földi életében megszokta, tapasztalta. Nem a megszokott módon, ahogyan együtt lehetett földi tanúként a mesterrel, ahogyan hűen kísérte és valóban mindig ragaszkodott hozzá. Egészen a keresztig, a sírig ott lehetett. De ez a test már nem ez a test. Bár Jézusé nyilvánvaló a folytonosság, de nem a földi. Ahhoz már nincs köze. Ez már az örök életre feltámadott, megdicsőjő test. És másképp vagy vele. Másképp van hozzá közöd. Jézus valóban a tiéd, egészen a tiéd, de feltámadott úrként. Úgy, aki minden hatalom menjen és földön, mint megdicsőjött úr, aki egészen személyesen a tiéd. A vele való közvetlenség nem ér véget. Mindig is közöd lesz hozzá. Ő a te életed, ő a te megváltód. Maga az üdvösség. Mária, ezt kell megérteni, de többé már nem is vágyna arra a régire, mert több az, amit ebben a közösségben megkaphat és megkapott. És aztán így hangzik a folytatás, a biztatás, hogy menj és mondd el ezt az én testvéreimnek. Számolj be mindarról, amit láttál. Elmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Itt most megint újféle módon szólítja meg Jézus az övéit. A testvéreinek mondja őket. Mennyire kifejező, és mennyire fontos is most ez. Ez a ti örökségetek, amit láttok. Ez az én sorsom, ami a tiétek. Aki az enyém, ezt kapja meg. Semmi a feltámadott úrtól többé minket el nem választ. Részünk lett az ő örömében. Elkezdődött az élet a mi számunkra, a feltámadott úrral való közösségben. Mondd meg az én testvéreimnek, már egyek vagyunk, már ezt ízlelitek, már a tiétek. És osztozunk mindenben. Az én atyámhoz megyek, aki a ti atyátok, aki, ahogy nekem megadta, megadja nektek is, ez a ti örökségetek.
amit itt látsz és amit az észlelsz. Íme legyőzetett a halál. Diadalt aratott az élet a Krisztusban. Ez a végső szó, az isteni szó, a tiéd. Így kezdődhet minden újra és másként. És Magdalai Mária siet, indul, hogy elmondja, átadja mindazt, amit hallott, hogy beszámoljon róla, láttam az Urat. Íme az egyház küldetése. Kedves testvérek, hadd mondjam el, hogy a keresztény gyülekezet, az övéi, azok mindig valahogy így értették, így értelmezték a jánosi híradást. Ott van Magdalai Mária, a drága és szeretett asszony, aki mi hozzánk is annyira közel kerül, nem csak az elsőkhöz, akik személyesen ismerték, de több van az ő alakjában megformázva. Több van az ő sorsában megüzenve. Az anyaszent egyház küldetése, mint hogyha ezt mutatná, ezt tipizálná, ahogyan a régiek magyarázták. A megdicsőült Jézus, a feltámadott Úr és az egyház közössége. Magdalai Mária, mintha erre emlékeztetne. Így vagyunk mi, és így lehetünk vele, mint az övéi, akik hozzá ragaszkodnak, azok kapják meg az örömöt, azok része a remény, azok ismerik meg a megtartatást, az új kezdetet. Azok tudják már, név szerint elhívottak, név szerint szólítottak. Nevük ott lehet a könyvben. Az egyház közössége. Magdalai Mária személyében. Ez a típus, ez a jelkép előkerül, aztán később is. Gondoljunk Jelenések könyvére, a napba öltözött asszonynak különös alakjára, a látomásra. De már itt ebben a személyes élményben, személyes történetben valamiképpen jelen van. Az egyház sorsa, az egyház küldetése. Hogy mondjátok tovább, adjátok át, amit láttatok, amit megkaptatok. Beszéljetek róla. Láttuk az Urat. És ebben az élményben, ebben a beszélgetésben egyszerre válik megint élővé. Az ő testvérei között egészen nyilvánvalóvá. Minden világos lesz és egyértelmű lesz. Ahogyan Péternek és Jánosnak, úgy Magdalai Máriának is szüksége lesz majd arra, hogy a többiek közé kerüljön, hogy ott legyen itt is Jézus, ő is, ahol Jézus megjelenik, de ebben a közösségben minden meg lesz, mindent megkapnak. A bizonyságtétel élővé válik, egyszerre hit születik, és bár többé úgy nem is lehetnek vele közösségben, mint a földi életben, de Jézus jelenléte mindennél inkább nyilvánvaló, maga a valóság a te számodra, és az én számomra is. Keressük ezt a közösséget, áldjuk Istent a testvérért, és tartsuk fontosnak ezt a nyájat, a ránk bízottakat, akik között hitre jutottam, akik között megtaláltam, és akik között hangozhat ma is az én bizonyságtételem. Láttam az Urat. Urunk, olyan jó így most itt lenni, hogy Magdalai Mária élménye egyszerre ismerté, ismerőssé válik. Nem maradunk magányunkban, nem maradunk csöndünkben, ha magunk is vagyunk, nem egyedül. Amilyen közel lehettél hozzá, így fedezhetünk fel mi is. Köszönjük, hogy szólítasz,
hogy semmivel össze nem téveszthető a te szavad, hogy a világ zajában mindenféle emberi hangot meghalva egyszerre felismerhetővé válik a tiéd. Urunk, szeretnénk követni, szeretnénk szavadra indulni, szeretnénk mindazt a jót megkapni, ami benned a tiéd, ami a te irgalmadból a miénk lehet. Köszönjük, Urunk, győzelmedet. Köszönjük a reménységet, amivel másképp láthatjuk sorsunkat, földi utunkat. Köszönjük, hogy mindaz a jó, ami ott van ebben a megszólításban, nevünkön való szólításban, ez lehet valóban kiteljesedve a miénk. Kérünk, légy segítségével, hogy tudjunk megbátorodni, hogy tudjunk valóban indulni. Ne tekintsünk jobbra vagy balra, legyünk ott, ahova küldesz. Köszönjük a tanítványi közösséget, köszönjük a testvéreket. Köszönjük, hogy ahogyan te szólítasz bennünket testvérnek, mi is tudjuk egymást így szólítani, egymás számára valóban testvérré válni. Urunk, kérjük ezt a jót, ezt a többet, adj világosságot, gyógyítsd meg betegjeinket. Betegségünkben, elesettségünkben hadd forduljunk hozzád. Mária sorsa, Mária földi útja a jel, hogy neked van hatalmad valóban minden betegség felett. De ennél többet adsz, hatalmasabbat nyújtasz, az élő hitette benned. Az üdvösség örömét és reménységét. Imádkozunk most különösképpen is a gyászoló családért, a gyászoló édesanyjáért, testvérért, mindazokért, akik most készülnek a gyász istentiszteletre. Urunk, te szólítsd őket. Több hangozzék itt, mint emberi szó. Váljunk érintetté. Halljuk, ahogyan hívsz. Légy segítségül. Imádkozunk egyházunkért. Hadd váljunk megszólított néppé, akik tudjuk, mi a dolgunk, mi a feladatunk. Hadd legyünk bátrak azt kimondani és cselekedni, amit ránk bíztál. Kérünk Istenünk ezért a világért, hazánkért, országunkért. Urunk, légy segítségül. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva énekeljük az 517. dicséret verseit. Először hallgassuk meg a teljes dallamot, és azután kezdjünk az énekléshez. Thank you.
Kedves testvérek, a gyülekezetnek hirdetem azt, hogy az Isten tisztelet után 12:30-kor gyász Isten tiszteletet tartunk itt a templomban. Az egész gyülekezet nevében szeretném kifejezni gyászomat Pasztelyák Tibor testvérünk édesanyjának, testvérének, az egész családnak, akik már most itt vannak, és keresik a husvéti vigasztalást, a husvéti reménységet. Pasztelyák Tibor testvérünk 47 évesen váratlanul hunyt el, Isten legyen minden szerettének a vigasztalója. Hirdetem, hogy hétfőn és szerdán este 6 órakor tartjuk a bibliaórát, várjuk a gyülekezetet szeretettel. Pénteken 10:30-kor kezdődik a babamama papakör, és az ifi pedig este várhatóan 6:30-kor. A jövő vasárnap egy eseményét hadd hirdessem előre. Az Isten tisztelet elején kerül sor Kovács Donát és Szebbik Anna testvérünk első gyermekének a keresztelőjére, Kovács Boróka Sára keresztelőjére. A saját családomról van szó, első unokánkról. Isten iránti hálával hirdettem már most, hogy a jövő vasárnap az Isten tisztelet keretében kerül sor a keresztelőre. Kedves menyem, Szebbik Anna családja sokak számára ismerős lehet. Nagyapja Szebbik Imre nyugalmazott evangélikus püspök. Nagy örömünkre Anna népes családja is itt lesz majd. Együtt adunk hálát mindenért, és Szebbik Imre püspök úr is szolgál majd az Isten tiszteleten. Szeretném azt hirdetni, hogy az elmúlt héten pénteken az ifivel kirándultunk a Visegrádi hegységbe. Isten áldása volt a fiatalok csapatán. Jó erről is most beszámolni. Május 4-én pedig nagy gyülekezeti kirándulásra indulunk, autóbuszos kirándulást szervezünk, és reméljük, hogy az egész busz bőségesen meg fog majd telni. Nem megyünk messzire, nem lesz fárasztó. Pest megye déli részébe jutunk el először Ócsára, ahol megtekintjük az Árpád-kori román stílusú gyönyörű református templomot. A gyülekezet lelkipásztora Hantos Péter fogad bennünket, egy hatalmas élmény lesz ennek a templomnak, a gyülekezetnek a történetével ismerkedni. Ezt követően megtekintjük az ócsai öreghegyi borospincéket, egy különleges látvány ez, nagy élmény lehet megnézni, majd autóbusszal eljutunk Ráckevére, a ráckevei piacon meg lehet ebédelni, ezt követően fogad bennünket Kálmán Béla lelkipásztor testvérünk, aki a ráckevei egyházközség történetét mutatja be, és megemlékezik Szegedi Kis Istvánról, aki a mi egyházkerületünk alapító vezetője, szuperintendense volt, és akinek az örökségét igen fontos ápolni. És a végén eljutunk a ráckevei szerb ortodox templomba is, ami egy egészen különleges műemlék. Az ortodox húsvét ideje éppen elkezdődik, itt lesz módunk egy kicsit körülnézni, és ennek a templomnak az épített örökségét megismerni. Különleges kirándulás lesz, várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, nem fog sokba kerülni, az árat is nem sokára közlöm, ha megtelik az autóbusz, lehet, hogy még kevesebbe kerül. Szeretném hirdetni a nyári alkalmainkat, csak nagyon röviden, július 1-től 5-ig Ráros pusztán lesz a hittanos, vagy gyermektáborunk, várunk mindenkit szeretettel, kisebb gyermekeket és ifjakat egyaránt. Augusztus 8-ától 12-ig a délvidékre megyünk több napos autóbuszos kirándulásra, megtekintjük a legfontosabb magyar emlékhelyeket, később bővebben lehet olvasni erről a fontos programról, és aztán lesz az ifjúságnak egy külön kirándulása is augusztus 23-tól 27-ig evezős tábor a Tiszatónál. Szeretném végül hirdetni azt, hogy ránk következő héten
tehát április 10-én, szerdán este 6 órakor tartjuk második presbiteri ülésünket ebben az esztendőben. Várjuk a presbitérium tagjait nagy-nagy szeretettel. És most zárásul pedig énekeljük a 771. dicséretnek a verseit. Vegyétek az áldást, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti véletek. Amen. Áldás, békesség.